Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom, ez e-mailen keresztül megrendelhető, és havonta akkor automatikusan jön. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezmény, egy jóslás indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák október hónapra a Skorpión jegyében születetteknél. Az első hét itt látható, a felhő. Azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Ez lehet egy utazás, lehet egy külföldi kapcsolat, vagy internet kapcsolat. Itt nem tudni, hogy milyen irányba mozognak a dolgok. Ez a kép lehet egy autó és egy autó eladása vagy vásárlása, de itt látható, hogy oda kell figyelni valamire, ezek lehetnek szerződések is, ezeket kellene átvizsgálni. A felhő jelent fél évet, vagy a múltat, vagy a jövőt. Gondolj vissza arra, hogy mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy egy bizonyos esemény, vagy egy személy visszatér hozzád. Itt láthatóak az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Most egy utazás tervezése nem a megfelelő időpont. Viszont a felhő azt jelenti, hogy úgy fél éven belül ez megoldható. A medve lehet az életerőd. Az egerek ebből is el tudnak távolítani valamit. Az azt jelenti akkor, hogy október elején fáradt és kimerült vagy. Ez a medve lehet a főnököd is, vagy egy bírósági ügynél lehet a bíró, és ez a torony, ez utal egy magas épületre, vagy egy bírósági ügyre. Mivel az egerek el tudják távolítani ezt a szemét, lehet, hogy itt lesznek akkor változások, ami szerencsét hoz neked, hiszen sokkal barátságosabbak, itt lesz egy jó hír, vagy egy jó kimenetel egy bírósági ügy esetében. Második hét október hónapban itt látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. A feje fölött megjelennek az egerek, eltávolítanak negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy eltávolítanak bizonyos terveket. De mivel az egerek valamit elvesznek, akkor lehet, hogy nála vannak ilyen gondolatok, félelmek, hogy elveszíti a munkáját, hogy kiadás lesz, vagy elveszít téged. Itt lesz változás. Szerintem megváltozik a hozzáállása, és a kulcs jelenti azt, hogy sokkal magabiztosabb lesz a fellépése, sőt, itt kinyílik majd egy új ajtó, ezek a lehetőségek, különösen ami a munkát illeti, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Itt lehetnek változások. Előtte a kasza azt jelenti, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen jönnek, amikor nem számít rá.
És akkor itt látható a szerencse. Nem csak a munkát illetően, hanem ezt a házat illetően is, az jelentheti az ő otthonát, a szülői házat, a szomszédokat, a rokonokat, vagy egy ingatlannak a bérletét, vagy vásárlását, vagy eladását. A lényeg az, hogy itt látható a változás, a szerencse, és a gyűrű jelent bizonyos kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Itt a ház körül megjelenik a fa, az jelent egy szép környezetet, például egy erdőt a közelben, vagy a fa jelentheti az egészségügyi témákat is, hogy valaki beteg volt a családban, de itt a szerencse lesz gyógyulás. Harmadik hét, október hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy, megjelensz itt a képen, és az a férfi a gondolataidban. Előtted az utak jelentik azt, hogy ez a férfi útban van hozzád. Beköszönt a szeretet és a szerelem. Az utak jelentenek döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányban. Lesznek fontos beszélgetések, itt tisztázódik valami, szerelemről van szó, vagy beszélgetések az anyukáddal, hiszen a hold jelenti az anyukát, vagy az anyai érzelmeket is. Mögötted a gyermek jelenti a gyermekeket, a családi kapcsolatokat, de lehet egy új kezdet, egy új irány is, és a csillagok szerencsét hoznak. Itt a háttérben megjelenik a kígyó és a nehézségek, a problémák. Ez lehet egészségügyi téma. Ez eltarthat decemberig, amíg javulni fog a helyzet. De ez a kígyó, ez lehet egy nő is, aki problémát okoz. Sőt, itt a kígyó alatt megjelenik a ravasz róka, tehát egy hamis nőről van szó. Fordulj el tőle, ne foglalkozz vele, járd a saját utadat, ez hoz számodra szerencsét. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Azért figyelj oda, tekints a mélybe, hogy mit akar ez a nő, miért tért vissza az életedbe, miért akar megbántani téged. Ez egy régi kapcsolat, vagy a koporsó azt is jelentheti, hogy végre rájöttél erre, és lezárod ezt a kapcsolatot, sokat tanultál belőle. Itt ez a kép jelenti, hogy megkapod az elismerést, ez jót tesz neked, javul az anyagi helyzet, a pénz útban van hozzád, lesznek kármikus témák, sorsdöntő változások, egy új irány, a nap megvilágítja az élet utadat, ez lehet egy tovább képzés is, sőt, a könyv és a koporsó az jelenthet régi témákat, a bölcsességet. Figyelj oda arra, hol van meg nálad ez a tehetség. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rá!